Picit így az ellenzéki összefogással kapcsolatban, és a legújabb választási törvény kapcsán kérdezném, hogyan látod, hogy az lehet a célja ennek, hogy minden új szereplőt, vagy a kisebb pártokat így kizárjanak, vagy elzárjanak az indulástól, és egy ilyen két párt rendszer felé haladjunk el. Jó ez, rossz-e, hogyha így alakul? Ez az első része, hogy nem tudom, hogy inkább te mit gondolsz, hogy ez kedvez, mondjuk így az antidemokratikus irányoknak, hogyha két nagy párt van jelen egy ilyen demokráciában, vagy pedig ez indiferens teljesen. Vagy esetleg ez ilyen pulzál, hogy több párt jön be egyszer, aztán utána ezek összeállnak, és utána megint szétoszlanak. Azért azt ne felejtsük már el, ne legyen olyan rövid az emlékezetünk, hogy 2002-es, gyakorlatilag 98 és 2010 között is praktikusan kétpólusú volt a magyar pártrendszer. Töredékekkel, de gyakorlatilag kétpólusú volt. A Fidesz magához cementezte, vagy ha ez nem sikerült, akkor megkísérelte ledarálni azokat, akik az ő térfelén voltak, és hát az MSZP meg az SZDSZ gyakorlatilag egy lényegűvé vált ez alatt az időszak alatt. És az is igaz, hogy azért lehet találni olyan parlamentáris demokráciákat is, ahol gyakorlatilag két nagy szereplő van, de ettől még ez jól működik, és leképezi az állampolgári akaratok tagoltságát, és most nem feltétlenül az Amerikai Egyesült Államokra gondolok. Bár ott tehát, most éppen mondta, pont úgy tűnne, de most nem hogy is akarok erre elterelni a beszédet. Tehát lehet, hogy most ez furcsa lesz a számból, de önmagában az, hogy most van két domináns párt, vagy sok kis párt van, nem ezen múlik önmagában a demokrácia minősége. 2010 előtt is, hogyha valamitől beteg volt a magyar politikai rendszer, az nem önmagában attól, hogy kétpólusú, hanem attól, hogy a megújuló képessége rettenetesen lecsökkent. Azt tényszerűen kell látni, hogy például az új választási rendszernek is van olyan hozadéka, és a kampányfinanszírozási, 13-as kampányfinanszírozási törvénynek, ami függetlenül a Fidesz pillanatnyi politikai érdekétől, de bizony a politikai rendszer megújuló képessége erősítése irányába hatott. Tehát abban az irányba, hogy megjelenjenek új szereplők. Tehát most független attól, hogy én mennyire szimpatizálok a Momentummal, vagy a Mi Hazánkkal, és a többi, de az, hogy új szereplők a politikai térképre fel tudnak kerülni, ez sokkal nehezebb volt 10 előtt, mint 10 óta szerintem. Ez egy fontos fokmérője annak, hogy egyébként a politikai rendszer mennyire épp és egészséges. Na de, azért a dolog úgy indult, hogy bár tehát én Puzsérnak azzal a meglátásával maradéktalanul egyetértek, hogy 2006 óta Orbán és Gyurcsány akarva akaratlanul, de egymást tartják felszínen. Ezzel együtt a 2009-es Köcsei beszéd a centrális erőtérről az azt mutatta, hogy Orbán Viktor nem kétpólusú rendszer visszaállításában gondolkodik, hanem ezt a centrális erőteret akarja megerősíteni. Ahol homokszem került a gépezetbe, az a G-nap, tehát az Orbán-Simicska háború, ahol szerintem a rációt a miniszterelnök vére, illetve a zsigerei felülírták. Én ezt érzékeltem 15-16-ban, hogy nem mondom, nem feltétlenül racionális indítékból, de elkezdte összetapasztani a komplett ellenzéket. Szerintem a miniszterelnök komolyan megijedt a egykori harcostárs és a Jobbik szövetségkötésétől 15-16-ban. És azóta ez a helyzet előállt, és a Fidesz most ebből a helyzetből próbálja kihozni a maximumot. Ugye kétharmaduk van, tehát nyilván maguknak kedvezően alakítják a választási rendszert. Ez a Wollner javaslat, ami nyilvánvalóan a Fidesz akaratát tükrözi. Ez lényegi változás nem jelent. Tehát ez, hogy a kicsiknek még több jelöltel kell kiállni, ez... Tehát a hat ellenzéki párt, vagy mikropárt, vagy hogy nevezzem, ez gyakorlatilag a rabszolgatörvényes tüntetések óta összetapadt. Tehát mondani valójában ezt a hat pártot megkülönböztetni már 18-19 fordulója óta nem lehet.
Tehát még azokban a kérdésekben is tartózkodtak attól, hogy külön véleményt fogalmazzanak meg, ahol akár csak az önkormányzati közös indulás veszélyeztetése nélkül megtehették volna. Hát nemzetpolitikában, tudománypolitikában, emlékezetpolitikában, akár a Jobbik, akár az LMP miért nem mondhatott volna más, mint mondjuk a DK vagy a Momentum, és így tovább. Euró bevezetése kérdésében is sokkal markánsabban nyilván megnyilvánulhatott volna a Jobbik és az LMP, mint mondjuk a DK-val és a Momentummal szemben, és nem ragozom tovább, tehát vég nélkül folytatható. Soha nem ez történt. Innentől kezdve szerintem a Wollner javaslattól függetlenül az nagyjából eldőlt, hogy ők egy listán, mindenütt egy jelölttel, közös miniszterelnökkel, jelölttel fognak indulni. Viszont ha már, mondom, a GNAP ennyiben, ha úgy tetszik, hibázásra kényszerítette a miniszterelnököt, ebből a helyzetből eredő előnyöket ki akarta maxolni a Fidesz. Tehát bármennyire nem lehet már megkülönböztetni egymástól az ellenzéki pártokat 3 éve, ha csak technikailag mégis úgy dönt az ellenzék, hogy lehet, hogy praktikusabb 2 listával indul. Közös miniszterelnök jelölt, közös egyéni jelöltek döntően, vagy közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök jelölt, de 2 lista, akármennyire ez technikai döntésnek tűnik, mindenféle tartalmi elkülönbözés nélkül, egy kampányhelyzetben mégiscsak megakadályozza azt, hogy Orbán Viktor szabadon összegyúcsányozhassa az egész ellenzéket. Tehát szerintem, nekem fideszesek annó mindig azt magyarázták, hogy a főnök minden döntése mögött több indok van. Hát szerintem itt is így volt. Ha már előállt ez a helyzet, ezt én nagyrészt a GNAP okozta, Orbán pánikra vezetem vissza, akkor ebből a helyzetből ki akarja hozni a maximumot. Ha már ezek összetapadtak, 6 kicsi legó, akkor tapadjanak is össze. Ne legyen egy olyan zavaró tényező, hogy esetleg 2 lista van, mert nehezebben lehet optimalizálni a Fidesz kampányát. Ha már úgy is, mert ugye itt az összefogás a Fidesz számára alapvetően az egyéni körzetek szintjén lehet veszélyes, ezt akkor tudja kezelni, hogyha 1 lista van, tehát egységes egészét tudja, hát ahogy szokott is fogalmazni most már Orbán, hogy a soros kolbász, hogy szokta mondani, feltöltötték. Betöltötték, aha. Mit tudom én, Érted? Ő a szakértője ennek. Ha nincs ez 1 lista, vagy tovább megyek, túl sokáig lebegtetik, hogy 1 lista vagy 2 lista, az a Fidesznek a, nem is a kampányát, és már a 21-es idei előkampányát is nagyon megnehezíti. Tehát ebben segített a Fidesznek. 2, hogy nézzük csak, hogy ki volt ellenzéki oldalon az, aki elsőként kiállt a pástra, hogy közös lista, közös miniszterelnök, közös jelöltek? Nem az MSZPP. Nem a Momentum, nem a Jobbik vagy az LMP, hanem Gyurcsány Ferenc. Igen. Ha már a helyzet így állt, akkor Orbán Viktornak az az érdeke, ahogyan 2006 őszén is ez volt az érdeke, hogy helyzet, ne csak hogy helyzetben tartsa, hanem meg is erősítse domináns helyzetében Gyurcsány Ferencet. Uh-huh. A harmadik, amit én teljesen eltagadni nem akarok, csak nyilván nem ez volt az alapvető motivum, Gulyás Gergely ezzel magyarázta nyilván a döntést, hogy persze, hát azért 14 óta van egy nyomás a kormány oldalon, vagy az alkotmányozó hatalmon, a kétharmados többségen, hogy a kamupártokkal, tehát a közpénzekkel felszívódó kamupártokkal valamit kezdeni kéne. Tehát nyilván, erre mondom azt, hogy mindig több legyet üt egy csapásra Orbán Viktor. Itt járulékosan persze ez is ott volt, hogy minket cseszeget a közvélemény, hogy túl lazára engedjük a gyeplőt, hát akkor most adunk egy ilyen látszatintézkedést. Jól lehet, most itt hiába gondolja akár a Mi Hazánk, akár a Kutyapárt, vagy bárki más, hogy ez ellenük van, ez nem igaz. Ezek a pártok vígan ki tudnak állítani annyi jelöltet, amennyit akarnak, viszont ezt a kamupártok is szépen meg fogják tudni tenni. Nekem pont azzal volt a vitám a Gulyás Gergely magyarázatával, hogy a kamupártokkal szemben pont nem azzal lehet fellépni, hogyha 27 helyett 70 vagy éppen 106 jelöltet követelsz meg, hanem hogyha valamennyire azért szigorítasz az ajánlási rendszeren, és így tovább, és így tovább, tehát az hatékonyabb föllépés lenne. Most túl azon, hogy például lehetővé kéne tenni, hogy a választási
igazgatási szervek az aláírásokat tudják ellenőrizni. Ez technológiailag a magyar államigazgatásnak már rendelkezésére áll. Tehát, hogyha ez lenne a szándék, ebbe az irányba mennének el. De mondom, kifelé kommunikációs szempontból még ezt a hasznot is el tudja könyvelni a Fidesz, hogy lám-lám, mi a közpénzeket dézsmáló kamupártok ellen is föllépünk. De mondom még egyszer, az elsődleges és másodlagos szempont, mint mindig, tisztán hatalmi volt. Egyrészt, hogy nagyon hamar, ha már összeálltak, akkor nagyon hamar egy listává álljanak össze, és azon belül is Gyurcsány Ferencnek a szerepe legyen megkérdőjelezhetetlen vezető szerep. Aha, hát neki az lenne a legjobb, hogyha ő lenne a miniszter, egységes miniszterelnök jelölt. Hát nyilván az nehezen csúszik át, nem is biztos, hogy személyesen vannak ilyen célja, én ezt nem tudom. De hát most is meg kell nézni a napi sajtót. A Fidesz propagandának az a legjobb, hogyha ha egységesen össze lehet gyurcsányozni az egész. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt is talán, de lehet, hogy még ma is, sokan azt mondták, hogy a mai feltételek között, vagy mai helyzetben a média viszonyok között, akkor a választási törvény tekintve nem lehetséges itt semmiféle kormányváltásban bízni, csak radikális fordulattal. De most sokkal optimistábbak talán az emberek, úgy látom ebben a tekintetben, hála Istennek. Azt szeretném jogászként tőled kérdezni, hogy úgy látom, hogy van egy ilyen nagyon erős ilyen társadalmi igény kormányváltás után, ha lesz kormányváltás, de történik politikai és gazdasági korrupcióban érintettek elszámoltatására, felelősségvonására, és egyfajta tiszta lappal indulásra. Mik ennek az esélyei szerinted így egyszerűen fogalmazva, hogy így a társadalom vissza tudja venni az ellenőrzést az állami intézmények felett, és átvilágítsa adott esetben az elmúlt 12 évet, és milyen feltételei lehet, vannak ennek? Tehát például mondjuk kétharmad szükséges ehhez például, mekkora feladat, vannak erre jogi lehetőségek egyáltalán? Vagy fel kell állítani új testületeket, például egy antikorrupciós ellenes ügyészséget? Hogyan lehetne ennek neki látni? Korrupciós ügyészséget ezt felejtsük el, tehát vagy van egy működő ügyészség, vagy nincs. Romániában sem vezetett sok jóra, tehát ezt szerintem most itt tegyük sürgősen zárójelbe. De itt egyszerre több kérdést is kinyitottál, úgyhogy próbálok sorba menni, amennyire lehet. Először is Orbán Viktor, hogy most a maga számára, vagy csak nemzetjobbítási célra lesz, majd a történelem eldönti, vagy mind a kettő, de végül is egy olyan választási rendszer diktált le a parlamentben, amelyik lehetővé teszi a nagy győzelem után a nagy vereséget. Tehát magyarul a szélsőséges kilengéseket. Uh-huh. Mert a miniszterelnök ezt egy szűkebb körű ilyen egyeztetésen, valószínűleg egy EU csúcs előtti ilyen nagy tanácsülés volt, ugye azt mondta, hogy neki az a célja, azt hiszem éppen a jogállami kritikák voltak soron, Európai Bizottság részéről valami ilyesmi volt. Ugye ő azt mondta, hogy neki az a szándéka, hogy bárki is van kormányon, amögött stabil többség legyen. De csak azt akarom mondani, hogy sikerült egy olyan választási rendszert létrehozni, és még valami, nekem meggyőződésem, bár nem vagyok szociálpszichológus, de hogy a választási rendszer maga vissza is hat az állampolgári viselkedésre, hogy a legkisebb az esélye annak, hogy 22-ben bárki 101-99-el nyerjen. Tehát magyarul, akármit is mutatnak most a kutatások, egyrészt amíg vége nincsenek az egész Covid mizériának, nagyon nehéz jósolni 22-re, szerintem minden benne van a pakliban. Abban mindenképpen én tavaly csalatkoztam, én tavaly azt hittem, hogy nem lesz másik hullám, nem vagyok egy járványügyi szakértő, és én azt hittem, hogy már augusztus-szeptemberben... Én is. Na most ez nem így történt. Szerintem, hogyha vége lesz a bezárásnak, az nagyon átfogja, egyszerűen az emberek tudatát nagyon átfogja írni. Minden esetre az, amit azt hiszem Márki-Zay Péter mondott pár hónapja, hogy van reális kilátás arra, hogy az ellenzék akár kétharmadot is szerezzen, ez nem hülyeség, nem légből kapott. Tehát ez pontosan abban a választási rendszerben, és abban a attitűdben, amit kialakít a választási rendszer az emberek fejében, ez realitás. Tehát ez az egyik. Kettő, hogy én mindig, tehát
működő képviselőként, frakcióvezetőként is mindig hülyét kaptam ettől a diktatúrázástól. Nekem annak idején is az volt a meggyőződésem, most is az, és az önkormányzati választás is ezt bizonyítja, hogy ez a hatalom, ez szabad választásokon elzavarható. Ha ez nem így lenne, tehát itt azért érzek némi önellentmondást, akik viszont folyamatosan uszítják az ellenzéki közönséget, hogy itt nem tudom, milyen véres diktatúra van Magyarországon, mégis azon mesterkednek, hogy hogyan, milyen konstellációba induljanak el a választáson. Most érted, tehát itt van némi ellentmondás. Hát sok lehetnék az önkormányzati sikerüket. Tehát ez a hatalom, tehát ami a felszínt, a közhatalmat illeti, szabad választásokon elzavarható lett volna eddig is, és a többi. A gond az, amit én itt meg is írtam egy cikkben decemberben, hogy a Fidesz viszont belekezdett egy mély államépítésbe, egy ellen mély államépítésbe. És itt egy kicsit vissza kell azért csatolnom erre az egész állambiztonsági múlt feltárás tematikára, mert hogy azért azzal legyünk tisztában, hogy a rendszerváltás Magyarországon úgy ment végbe, hogy megmaradtak ezek a telléri értelemben vett megalvadt struktúrák, a korábbi kommunista nomenklatúra tett arról, hogy nélkülük ezt az országot nem lehessen igazgatni. Ennek megint a mély elemzésében nem mennék bele időhiányába, csak ez volt a helyzet. Erre Orbán Viktor a maga rusztikus módján úgy reagált 2010-től kezdve, és még egy, hogy ők ezt az ellenmély államot szintén egy irgalmatlan vagyonfelhalmozással támasztották meg 87 és mondjuk 10 év alatt 87 és 97 a privatizáció lezárultak között. Még a külföldi működő tőke is az ő kegyeiket, tehát a volt kommunista vezető kegyeit kereste. Ugye erről beszéltünk az előző téma, vagy az aktanyi válsági témánál. A különbség az, hogy ez a vagyonfelhalmozás a 87 és 97 között, ez nem egy központból volt irányítva. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Grósz Károly, vagy Horn Gyula, vagy én nem tudom ki a nyavaja irányította volna a kommunista nomenklatúra vagyon átmentését, vagyonfelhalmozását. Ez ilyen oligarchikusan, ilyen amőba-szerűen ment végbe. Hát 2010 nyarán az egyik jobbikos képviselőnek volt egy ilyen bekiabálása, ment a pingpong az MSZP Fidesz között az elmúlt 8 évről akkor, és akkor bekiabált egy jobbikos, hogy egyik kötők olyan, mint a Cosa Nostra, a másik meg olyan, mint az Al-Qaida. És szerintem ez egy nagyon szemléletes hasonlat volt. Mert ami az innováció Orbán részéről, hogy itt most nem ilyen amőba-szerűen történik a vagyonfelhalmozás, hanem nagyon szigorúan központosítottan, gyakorlatilag az ő keze alá és az ő fennhatósága alá rendelve. És emögött pedig történik egy ellenmély államépítés, és nyilván kiszorítása a régi megalvas struktúráknak. Ezt látjuk, ezt nem is nem nagyon titkolják, ugye ezt látjuk az egyetemi átalakításokban. Ezt látjuk a kulturális életben. Tehát egyrészt ezzel legyünk tisztában, mielőtt itt bármilyen jövőre szóló haditerven törjük a fejünket, vagy szövögetünk terveket. Egy dolog biztos, nem véletlen nem indulok én a 22-es választáson, mert nekem nincs kedvem úgy kiszutykolni a Fidesz mély államát, hogy közben pedig helyreállítsam a 2010 előtti hegemon elitek uralmát. Posztkommunista liberális hegemon elit csoportoknak az uralmát. Tehát ez tőlem szintén igen távol. De hogy a harmadik kérdésre válaszoljak, hogy hát én azt tudom mondani, hogy a Sólyom bíróságnak volt egy sok vitát kiváltó határozata ugye az elévülési törvényről 92-ben, ahol ugye azt mondta ki Sólyom László, talán volt az előadó bíró, hogy jogállamot nem lehet a jogállam ellenében építeni. És azért teszem fel a költői kérdést, hogyha a rendszerváltás idején a jogfolytonosságot pontosan azok, vagy azoknak a politikai elődei, akik itt most meg akarják szakítani a jogállam folyamát 22-ben, megkérdőjelezhetetlennek tartották. Hogyha a jogfolytonosság megkérdőjelezhetetlenségével élve és visszaélve a kommunisták szabadon át tudták menteni a vagyonukat, a politikai-gazdasági pozícióikat, akkor most ugyanezek az emberek mitől ilyen finnyásak? Hát ott volt egy véres diktatúra, amelyik a szovjet szuronyokon nyugodott. Az ott megalkotott jog,
az ott megszerzett vagyonpozíció a szabadon jogfolytonosan átszüremkedett a 89. október 23-i demokratikus jogállamba. Akkor ezeknek az uraknak és hölgyeknek miért nem volt bajuk a jogfolytonossággal? Ezt tudom mondani. Tehát ez az erkölcsi minősítésem erről a Fleck-Elek-féle vagy Vörös Imre-féle javaslatról, meg az, hogy tetszettek volna akkor forradalmat csinálni, hogy parafrazálja mondta Józsefet. Tudnék, én nem az alkotmánybíróságot hibáztatom, félértés ne essék, tehát ez a jogállamot nem lehet a jogállam ellenében építeni, ez szerintem egy örökérvényű igazság a Sólyom Lászlóéknak, hanem az alkotmánybíróság mindig a hatályos alkotmányszöveg alapján dönt. És érdekes módon 90-ben senki nem követelte azt, hogy legyen egy olyan lezárása az alkotmányozásnak, ahol az alkotmányszövege világos cezúrát von a diktatúra és a jogállami időszaka között. Ez a cezúra nem történt meg, és ezzel ezek a hegemon elitek kutyakeményen visszaéltek. Ez az, amit megtapasztalt Orbán Viktor is, amikor, ahogy ők fogalmaztak, kormányon volt, de nem hatalmon 98 és 2 között. Tehát magyarul, oda szeretnék kiukadni, hogy most túl azon, hogy rendkívül erkölcstelen, hogy azok, akik egyáltalán nem láttak bajt a jogfolytonosságban 90-ben, vagy lett volna a hatalmi lehetőségük, hogy a jogfolytonosságot valamilyen módon megszakítsák, és ezt nem tették meg, ellenezték a reprivatizációt, és így tovább. Most érdekes módon azzal házalnak, hogy ők a jogfolytonosságot meg akarják szakítani. Elek István az MDF frakcióban nem kezdeményezte a jogfolytonosság megszakítását 90-ben. Nem tetszett forradalmat csinálni, ahogy ezt ugye a szemükre hányta Antal József egy frakcióülésre. Van viszont egy praktikus problémám is ezzel. Nevezetesen az, hogy ha szétnézzünk az ellenzéki pártok által uralt önkormányzatokban, hát gyakorlatilag a karácsonyféle Budapestet leszámítva, hát szinte mindenütt Ramazuli van. Ugye? Eger, Göd, Érd, 9. kerület, mit mondjak még, ahol folyamatosak a teljesen értelmezhetetlen személyi belharcok, ami leginkább azt a tételemet erősíti, hogy itt messze nem politikai elvekről van szó, hanem nettó egzisztenciális érdekekről az ellenzéki oldalon. Na de nem ebbe akarok belemélyedni. Tegyük fel, hogy megalakul egy karácsony kormány vagy Dobrev kormány 22. májusában. Tegyük föl, hogy ezt a Fleck-Elek vörösféle javaslatot élesítik. Hagyjuk is, hogy én a szép érzékem, erkölcsi érzékem, jogérzékem mit diktál. Erős fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy egy 22-ben megalakuló kormány az mennyire magabiztosan tudja vezetni ezt az országot, és mennyire tudja megőrizni a hatalmát 26-ban. És hogyha 26-ban, a 22-ben hatalomra kerülő O1G koalíció elhassal, teszem azt mondjuk a Fidesz-szel szemben, amire mondjuk azt, hogy hát ennek a valószínűségét finoman szóval nem lehet kizárni, hogyha a mai önkormányzati fejleményekből indulunk ki, akkor utána lesz nem ulas. És én csak arra tudok visszautalni, hogy amikor a Fidesz mindenféle, igaz, hogy nem volt rákényszerítve, de mindenféle konszenzuális gesztus nélkül alkotmányozott 11-ben, akkor azt hiszem Hiller István volt az, aki egyébként történettudós, ő ugye azt vetette föl, hogy ha a Fidesz elindul ezen az úton, hogy az erősebb kutya azt csinál, amit akar az egész alkotmányos berendezkedésre, akkor nem lesz megállás, mert ez az ország történelmi léptékkel mérve folyamatosan alkotmányos válságról alkotmányos válságra fog evickélni. Tehát magyarul, ha valamikor 14-ben, 18-ban, 22-ben, 26-ban valamikor megképeződik egy ellenerő Orbánnal szemben, amely képes is leváltani a NER-t, akkor abban is egy olyan indulat lesz, hogy ez az alaptörvény, ez nem a mi alaptörvényünk, tehát magyarul, hát ahogy a Fleck vörös elekféle narratíva mondja, ez illegitim, ezt söpörjük el. Viszont ha utána megjön egy váltás, egy viszontváltás 26-ban, az meg azt fogja elsöpörni. Ebben meg az ország belepusztul. Ez a praktikus meglátásom. És az érdemi válaszom pedig az, hogy anélkül, hogy a jogállami kereteket félre kéne tennie egy hatalomra kerülő ma még ellenzéki pártkoalíciónak, vagy O1G koalíciónak, és anélkül, hogy kétharmadnak viszont a birtokában lenne, szerintem hatékonyan föl lehet lépni a NER mélyállam visszaszorítása érdekében.
Erre nekem annak idején gyakorló ellenzéki vezetőként is azért voltak elképzeléseim, tehát nézd, ez a bizonyos karácsonyféle Tiborcadó terv a fővárosban, ez nagyjából az a nyomvonal, amit én is például el tudnék képzelni. Kéne egy kutyakemény földbirtok maximum, aminek egyébként a szocialisták se voltak annak idején a nagy barátai, tehát ami a latifundiumokat megtöri. Hatékonyan föl kéne lépni. Az offshore-ozás ellene belföldi eszközökkel is föl lehetne lépni, de ebben nem nagyon jeleskedett a bali oldal sem 2002 és 10 között, nyilván nem véletlenül. Tehát lennének azok a sima többséges lépések, amikkel azért ki lehetne szárítani a NER mélyállamát 22 után, nem beszélve arról, hogy ugye ez nem egy koherens filozófia mellett szabta át az államot Orbán Viktor, hanem a pillanatnyi hatalmi érdekeinek megfelelően. Magyarul, hogyha változik a széljárás, változik a parlamenti aritmetika, a Fidesznek rögtön lehet, hogy mások lesznek az érdekei. Ráadásul még az sincs kizárva, hogy ott belül is elindulhat egy erózió. Magyarul egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hogyha van egy kormányváltás, de nem kétharmados kormányváltás, lesznek olyan kérdések, amiket tisztességgel ki lehetne nyitni, és meg lehetne állapodni azoknak a helyretételében az akkor ellenzékben lévő Fidesszel. Tehát én ezt gondolom erről, hogy igen, a jogállam útján, talaján kell maradni, mert egyébként nincs megállás a lehető Magyarország számára, és vannak olyan jogállami eszközök, amikkel nem gondolom, hogy egyszerűen, és nyilván Orbán pontosan azért építi ezt a mélyállamot, hogy megnehezítse egy őt leváltó hatalomnak a helyzetét, ezzel én pontosan tisztában vagyok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy csigavér, és szerintem kevésbé vahabita hozzáállással több eredményt lehetne hosszú távon elérni. Ahogyan így az Egyesült Államok belerászkódott a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásaiba, és itt, amit gondolok, például a lockdown okozta a gazdasági nehézségekre, a BLM tüntetések, a választási csalás körüli hercehúca, a feltételezett választási csalás, impeachment, ugye második impeachment, stb. Sokakban felmerült a kérdés, hogy vagy legalábbis bennem biztosan, hogy nem a fennálló világrend ilyen végnapjait nézzük-e éppen, és hogy meginokhat-e a klasszikus kapitalista világrendszer, lesznek-e nagy társadalmi változások, vagy várhatunk, gondolhatunk erre, és vajon mi lehet Európa, és azon belül mondjuk a mi szerepünk a 21. században. De leginkább ez, hogy várhatók-e itt ilyen nagy társadalmi változások szerinted? Igyekszem rövid választ adni végre, így a vége felé. Szóval én ezeket a teátrális, apokaliptikus meglátásokat nagyon nem szeretem, hogy végúrái, meg mit tudom én, mint régen is a kapitalizmus végúrái tényleg. Száz éve, mondják. Szerintem erről egy picit hátráljunk le, inkább arról van szó, és ezt látjuk az Egyesült Államokban is, amivel kapcsolatban ugye Pokol Béla az számomra legalábbis elgondolkodtatóan ugye úgy vélekedik, hogy ott egyszerre van jelen a birodalmi állam és a nemzetállam, az Egyesült Államok államstruktúráján, és egyáltalán társadalmán, gazdasági érdekviszonyon belül. Inkább egy olyan trendváltást láttunk a globális kapitalizmus időszakában, ahol a globális óriásvállalatok kiszöktek a nemzeti joghatóság alól, és gyakorlatilag fölébe kerülnek a nemzetállamoknak. És ez nem csak az ilyen európai kisebb vagy közepes országokra igaz, hanem magára az Amerikai Egyesült Államokra is igaz. És most, hogyha itt képbe akarod hozni Kínát, de azért lássuk be, hogy Kína is a nagy felfutását annak köszönheti, hogy ezek az óriás vállalatok oda helyezték ki a termelésüket. Ha valamiért nekik nem éri meg ott termelni, akkor Kína is bajban lesz, mint ahogy Kína úgy tűnt egy évvel ezelőtt, hogy bajba is kerül, ha sikerre vezet a trumpi politika. Tehát ez a helyzet, hogy szerintem jelenleg az igazi kérdés, az igazi tét, aminek természetesen vannak társadalmi vonzatai is kőkeményen, az, hogy a globális profitérdek az felzabálja a nemzetállami kereteket, felzabálja a demokratikus döntéshozatalt.
Szerintem ezzel a dilemmával kell szembenézni. Szemben azzal, amit a 20. század kataklizmái mutattak, hogy itt különböző nemzetállamok vagy nemzetállami érdekcsoportok küzdenek egymással, most már a demokratikus döntéshozatal a nemzetállamok versus óriásvállalatok az igazi ütközőzóna, és ennek vannak kulturális, társadalmi leágazása is ennek a frontvonalnak. Szerinted milyen társadalmi berendezkedés adhatna ilyen hatékony választ a kor kihívásaira, úgy mint mondjuk túlnépesedés, globális felmelegedés, környezetszennyezés, vagy bízhatunk-e abba, hogy amivel most élünk, ez meg tudja oldani ezeket? Vagy meg most tudjuk fogok neked itt egy komplet utópiát felvázolni, de... Hát pedig olyan jó lett volna, hát. Két dolgot tudok erre mondani, az egyik, hogy a lokalitások, a helyi öntudat, a helyi gazdaságok megerősítése. Pont a Great Lockdown világított rá arra, hogy ezek a nagy globális ellátóláncok mennyire végletesen sérülékenyek. És ráadásul, ha a helyi közösség, a helyi öntudat, a lokalitás megerősödik, akkor eleve van egy sokkal erősebb immunitás az óriás adatok nyomulásával szemben. Másik oldalról pedig a nemzetállam, illetve az európai döntéshozatalban kemény korlátok közé kell terelni az óriás vállalatok profitérségét. Én erre a két irányra tudok gondolni, illetve ezt a két irányt tartom a legfontosabbnak jelenleg. Előző interjú alanyom az Konop Péter volt, és megkérdeztem tőle, hogy mit kérdezne meg tőled, mint a következő interjú alanytól. És ezt válaszolta, hogy igazából ez egy olyan kérdés, amit felszoktam tenni mindenféle outsider politizálónak, magamat is beleértve. Elkeseríti, inspirálja, vagy hidegen hagyja, hogy a politikai tér úgymond mindkét pólusából folyamatosan támadják? Jó kérdés. Hát először is itt is boldog születésnapot Konok Péternek, egyebekben pedig ez a háromból kettő hullámzik, a hidegenhagyás az nyilván nem igaz. Nyilván persze vannak megjegyzések, amik ma már engem hidegen hagynak, tehát amivel kezdted is a mai beszélgetést, tehát hogy a balli poszkomcsi vahabiták le Orbán bérendszeznek, ez így mindennapi szinten engem már egyáltalán nem ráz meg, meg jé, ma sem lettem alkotmánybíró, stb. Stb. Tehát ezek a fasságok, már bocsánat, engem egyáltalán nem ráznak meg. De hogy a Péternek az igazi kérdésére válaszoljak, ez bennem például személyesen hullámzik. Tehát van, amikor elkeserít az ostobaság, és tehát a gyűlölet okozta vakság és ostobaság, valamikor meg kifejezetten inspiráló persze, amikor egy komment folyamon belül egyszerre vagyok a Soros Bérenc és Orbán Bérenc. Tehát ez tud lenni rendkívül szórakoztató. Sajnos nekem a technikai képzettségem nem olyan jó, mint Hont András barátom, aki ezekből remek ilyen kis fotókat és mémeket tud csinálni, amikor egyszerre kapja meg mindkét oldalról, és valóban ilyenkor az ember megnyugszik, hogy jó helyen van. Hogyha van olyan könyv, film vagy zene, amit így a közelmúltban olvastál vagy néztél, és nagy hatással volt rád, és szívesen ajánlanád, azt megoszthatnád, de nem kell, hogy a közelmúltban legyen, hanem bármi, amit úgy gondolsz, hogy ez ilyen nagyon ajánlanád, hogy elolvassuk, vagy megnézzük. Filmnél nálam mindig tehát ami örök zöld, az a Holdköltők Társasága, meg az Összeomlás. Nyilván, hogyha most itt egy kicsit a beszélgetésünk elejére is visszaelvezek, akkor nem minden elfogultságtól mentesen, de a néhai nagybátyámnak, Schiffer Pálnak a Videóton trilógiája, én azt gondolom, hogy nagyon is tanulságos. Tehát ugye egyszerűen az új kapitalizmus Magyarországon hogyan alakult ki, azt igen jól meg lehet sajnos érteni abból a dokumentumfilm trilógiából. Hát amit most így aktuálisan szerintem fontos lenne elolvasni, az Mark Fishernek a Kapitalista realizmus. Nyilván megint az elfogultság és a személyes érintettség beszél belőlem, de Cucorelli Bandi barátom volt képviselőtársamnak a Belga Revolver című kis gyűjteménye. Az nekem hát érthetően nagyon tanulságos, de
megint csak mondom, nem minden elfogultság nélkül, de ami tavaly megjelent Lányi Andrásnak a Bevezetés az ökofilozófiába című kötete, azt minden elfbarátom tudom melegen ajánlani, és maradjak itt a személyesség mellett, a néhai barátomnak, Térei Jánosnak ezt a posztumusz megjelent kötetét, késő jön, vagy ha úgy tetszik, valamennyire félbe maradt önéletírását, ezt megint csak ajánlom. Ugye itt nekem annyi személyes érintettségem van a sztoriban, hogy azt hiszem 3 nappal a halál előtt hívott a János, most éppen Debrecenben van, mert egy érettségi találkozóra megy, hát egyidős, tehát neki ugyanakkor volt a 30., amikor nekem, ugyanazon a tavaszon, és hogy ő itt azt hallotta, mondott egy debreceni címet, hogy ott lakott az én dédapám. Hát mondom, az teljesen kizárt, mert életében nem lakott Debrecenben. Túl azon, hogy járt ilyen kampánygyűléseken, hogy akkor megszállt, hát mit tudod, de szerintem nem. Egy szó mint száz, hogy kiderült, hogy nem a dédapám, hanem a nagyanyám apámékkal, apám és a 4 testvérem, meg a nagyanyám, amikor őket deportálták Debrecenben, az AVH egy idő után azt a, abban a házban jelölt ki számukra lakást, amit előtte a Jánosség családjától rekviráltak. Tehát az ő családjának a tulajdonában volt az a bérház, ahol apámékat 50-be vagy 51-be beköltöztette az ávó. És ez mit tenni, péntek délután ezt tisztáztuk, hogy akkor én is ezt apámnál lecsekkolom, stb. Stb. Meg is történt, csak hát sajnos már nem tudtam visszahívni. De milyen furcsa, hogy utána meg itt ti leszármazottakat, ugye szavazott bánteket, ugye sors. Na, a testi évszakában a 90-es években, igen. Nagyon köszönöm Schiffer Andrásnak, hogy időt szent erre az interjúra, és megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tett, hogy iratkozzon fel, és klikkeljen rá a harang értesítés szimbólumra is, valamint ha másnak is ajánlaná, ossza meg a csatorna linkjét ismerőseivel. És amennyiben támogatsz minket Patreonon, a link a leírásban, akkor az eddigi beszélgetésekből kimaradt exkluzív videótartalmakat osztunk meg veled, amit egyelőre havi gyakorisággal frissítünk. Az ebből származó Patreon támogatásokból származó bevételt, ezt mind tartalomfejlesztésre fordítjuk. Még egyszer nagyon köszönöm, András, nagyon élveztem az interjút. Szia, és akkor amikről beszéltünk, azt mindet legyűjtöm, és a leírásba elolvashatjátok. Köszönöm. Köszönöm szépen.